A Bajnai Gordon segítheti a Momentumot, ezt állapítja meg a Magyar Nemzet, amely videót közölt a volt kormány fő és Fekete randrás András mai találkozójáról. A Magyar Nemzet szerette volna megtudni tőlük, hogy az önkormányzati vagy az LP választásokban segíti -e majd a datadata data Momentumot, de erre nem válaszoltak. Én nem búcsúszkodni jöttem, hanem, hanem inkább lezárni egy öt és fél éves szakaszt. Két éve az utcán jelentette be bukását Fekete Győr András. A Momentum volt elnöke, azután távozott a balliberális párt éléről, hogy az ellenzéki előválasztáson, a miniszterelnök előtti voksoláson csúfos vereséget szenvedett. A balliberális politikus azonban nem vonult vissza a közélettől hol épp kordon bonta a karmelit a kolostornál, így komolyan venni. Hol pedig a parlamenti patkóban támadja a kormányt és a miniszterelnököt. Én a külön momentum lista mellett érvelek. Az ellenzéki politikus egy korábbi interjúban arról értekezett, azt szeretné, ha a 2024-es EP választáson a Momentum önállóan indulna, de ő maga nem akar mandátumhoz jutni Brüsszelben. Én Magyarországon szeretek politizálni, lehet, hogy ez kicsit, hogy mondjam, mazoistának tűnik néha, amikor a magyar parlamentnek a viszonyaira nézünk rá, de én, én nem szeretnék elmenni innen, és nem is fogok. Hétfőn délelőtt Fekete Győr Andrást és az ugyancsak bukott Bajnai Gordon volt miniszterelnököt, a Magyar Nemzet munkatársa Külön egy budai kávézóból távozóban kapta lencse végre. Miről szól a, meg a megbeszélés? Segíteni fogja, segíteni fogja, a datadat a Momentum munkáját? A választások alatt? Beszélgetünk később. A két politikust Maga. olyannyira meglepte a stáb, hogy Fekete Győr először időt próbált nyerni, amíg Bajnai Gordon távozhat a helyszínről. Ö, nem tudom, milyen adatadatról beszél. Nem ismeri adatadatot? A datadatról már hallottam. Bajnai Gordona a riporter kérdésére többször azt hangoztatta, vele kapcsolatban folyamatosan hazudik a sajtó. Arra azonban nem válaszolt, hogy milyen szerepet töltött be a bal liberális oldal 2022-es választási kampányában. Több milliárd forint érkezett külföldről Magyarországra, ennek jelentős része ugye a datadatnál kötött ki. Ezt nem kívánja kommentálni? Igen, segít nekünk a datadat. De... Márkizai Péter korábban egy interjúban ismerte el, hogy fontos szerepet játszott miniszterelnök jelölti kampányában a Datadat cégcsoport. Szia Gergő! szia Gorda. Később pedig kiderült, hogy karácsony Gergelyel is kapcsolatban állt a volt miniszterelnökhöz köthető cég. A datadat, volt velük szerződésünk. Igen. Ha kaptunk számlát, akkor azt. Peris Gábor, a főpolgármester álcivil mozgalmának elnöke nemrég erősítette meg. Valóban volt szerződésük a Bajnai Gordon nevével fémjelzett cégcsoporttal. A szolgálati jelentésből pedig már egy ideje azt is tudni, hogy a datadathoz mintegy másfél milliárd forint kampánypénz érkezett az Egyesült Államokból. A Magyar Nemzet nemrég sorozatot közölte az egyre erősödő amerikai befolyásszerzésről a magyar baloldalon. Ebből kiderült, hogy egy globális hálózat szerveződött a datadat köré. A vállalatnak két észtországi és egy osztrák leágazása is van, amerikai baloldali kampányszervezőkkel és tanácsadókkal. Alap a bizonyítékok alapján megállapította, a hazai baloldal tavalyi parlamenti kampányát gyakorlatilag a datadat bonyolította le.